Hát bazdmeg, nekem izé, nehogy már GPS kelljen ehhez is. Érted? Nehogy már, bazdmeg, azért itt van bennem egy-két izé, kilométerecske. Na. Figyeltek ide akkor. Itt Berlinben, bazdmeg, akkora havazás volt, te. Hát még befogtak volna engem ezek, bazdmeg, sószorónak is ám. Ezek lehántolják az emberről az összes bőrt, bazdmeg. Hát a tököm tele van, ide figyeltek. Figyelj ide, tehát azért. Nem úgy van ám az, hogy itt bazdmeg, itt él minden, bazdmeg, húsig hatoló kizsigerelés folyik ott most Berlinben, bazdmeg. Leesettek 2 centi hó, és megállt az élet, baszki. Hogy lehet ez? Ha nem? Felétek is esett valami, vagy a lófasz van? Kicsit levagytok törve. Hát... Na jó van, menjünk egy kicsikét ilyen... Valamivel, hogy boldogabb vizekre elvezünk, mert... Nekem ez így, most ez így... Jaj, de... Hogy van ez? Adjad ide nekem a szkádiámat, aztán már én itt sem vagyok, figyelj ide, mert nekem itt aztán... Na jó, ez jó. Elmegyünk a TXL-es vonalra. TXL-en még nem voltunk ám egyszer se, szerintem. Ott van egy felkiáltójel, a felkiáltójel azt tudjátok mit jelent, a Hauptbahnhof-ra. Hauptbahnhof. Na majd mindegy, majd ott, amik ott vagyunk, akkor elmondom, jó van? Nem akarok itt azért ennyire előre rohanni, jó? Na. Hol vagyunk most? Már hol vagyunk? Január. Közepén vagyunk, tököm tudja. Az meg. Nekem már itt már összefolynak ám a napok, az meg. Úgy engem itt. Igen, elkezdtek engem kizsigerelni. Az meg. Most egy kicsit majd visszamegyek megint Berlinbe. Most nem leszek ma, hogy gyerekek ám, ne keressetek engem, jó van? 2 hétig én nem leszek ám, bazd meg. Most kicsit ott el kell időznöm ott Berlinbe, bazd meg, mert elintézte ott a Merkelékkel egy meetinget. Aztán ott egy kicsikét azért gatyába kell ráznom őket, mert bazd meg, el vannak kapatva. Aztán azért, gyerekek, azért nem így van ez, jó? Nem úgy van az, hogy csak itt picsázunk egymással, jó? Na jó van. Na mi van veletek, akkor mondjatok valamit. Tehát amikor levegőt veszek, akkor nyugodtan tessék mondani, bazd meg, mert nehogy itt belétek folytsam a szót. Nehogy itt aztán nekem itt depressziósak lesztek emiatt. Na mi van? Kit kell megnevelni? Na, nem az. Mi? Bélet nálam ne keresél Béletet, János, ide figyeljél. Hát mire gondolsz engem, bazd meg? Az automatáknál kell béletezni. Én nem vagyok izé. Neked itt nem fogok papírozni, bazd meg. Meg itt izéni. Pillérezni. Aj, lófaszt. Nekem ide ne állítsál, bazd meg, ilyen 50 eurókkal. Kihajtalak, bazd meg, a Berlin másik végébe. Az biztos kurva hétszentség. Hát mit gondolsz te, bazd meg? Itt... Na. Jó van. Figyeltek ide akkor. Na, itt igen nagy hóvihar van most, vagy mi van itt? Kicsikét úgy... Azért nézzük körbe a busz, mert bazdmeg, én nem bízok most itt már senkibe, Berlinbe, bazdmeg, mert itt igen kibasztak velem útkó. Aztán nehogy itt aztán most valami legyen. Az meg a lódobogás, az te! Ilyen sarkantyús izébe, bazdmeg, mint a öregapám ment még régen, mikor volt a háború. Akkor volt ez divat, bazdmeg, és sarkantyús, bazdmeg, az kopácsolt végig az egyik falu végén elindult az öreg. Azt már úgy hallották, a falu másik végében van, bazd meg, érted? Tehát... De figyeljtek, azt se tudjátok szerintem, nem is vétetek még akkor, bazd meg, időt beszélek itt. Jó van. Te állítgattak? Valami állítgatás volt itt, nem? Valami állítgatás volt itt. Eddig nem köszönt nekem ez a lófasz. Kapott egy frissítést ez a szar, nem? Na, látjátok azért, most már Berlinbe kaptam egy izét.
ilyenekkel ügyeltem. Mentem a 800-as vonalon, meg a 750-en. Aztán az ilyen, az már ilyen magas vonalám, gyerekek, az már ilyen, nem ilyen szöszölős. Ez ilyen szöszölős ez, bazeg, érted? Ebben nincsen lófaszjám, bazeg, érted? Mondjátok, nem értitek? Elmagyarázom én, baszki. Azért vagytok itt, hogy korrepetáljanak, nem? Mi van? Nem, amit aztán nekem itt, bazeg, ide jöttök csak melegedni. Akkor... meglátjátok, akkor ne haragítsatok itt magatokra. Na mi van itt akkor, várjások. Nem tudom, mi a lófasz van itt már. Na, essék följönni. Te följött ez a izé? Mukika itt, baszki, mi a lófasz? Kedi csókolom, mert tessék valamit ilyenkor nyikkantani nekem ott elő, bazzeg, hát én honnan tudjam, bazzeg, hogy maga itt üdögi hátul? Nem? Na hát azért tessék valamit ilyenkor mondani, bazzeg, mert... jó, működik a kijelző is, faszom, ezt múltkor nem működött, azt megcsináltattam ezt is, bazzeg, mert... leadtam a hegyieknek a izébe a garázsba, aztán mondtam nekik, mondom... kicsikét úgy szereljétek fel ezt a járgánt, bazzeg, mert én ezzel még egyszer nem fogok kitügyelni nektek, bazzeg. Már van fűtés is. Na mi van? Na. Csukódik az ajtó is. Faszán. Na figyeltek ide! Azért... ne csak mindig itt izé bántsalak benneteket, mert szoktátok mondani, jaj Lajos bácsi, kicsikét azért úgy, na. Jó, na jó. Azért ügyesek voltatok itt ám. Tegnap láttam, hogy itt kikerült az internetre egy videó rólam. Ami minden nap kikerül, de ez most ilyen üzé volt, egy ilyen kicsikét úgy hosszabbacska. Aztán láttam, hogy azért én megüzentem a gyenge elmélyű Balácskával, bazdek, hogy izé 50 000 like után fogok kijönni. Hát basztatok rá megint, hogy látom egyébként, de kicsit azért látok fejlődést. Látom a fejlődést, most vagy annyiné vagyunk, várjál, szondja. Van itt nekem az okos órán, várjál. 10 000-nél vagyunk jelenleg, úgyhogy még azért le vagyunk maradva. Aztán... a chatre kell beírni azt, hogy videó. És akkor ki fogja dobni ezért, hogy... azt mondom, lehet lájkolni, vagy mi a lófaszott azon a linken. Na jó van? Gyerekek, velem itt ne izéljetek, bazdmeg. Hol a söröm, bazdmeg? Alanka, nekem itt ne kavarja, de bazd meg az italaimat, bazd meg, hát itt eltévednek, bazd meg itt a izébe, hát. És abba bele, bazd meg, ennyit kell beszélni. Nem fizet azért ennyire jól ez a munka, baszki. Érted? Idegen vezetősködök itt, baszki. Na. Ne lófasz van itt. Ha megint bazd meg itt izé... na! Csak passzál. Jó van, szóljatok ám valami nem stimmel, jó van? Nem ám itt izé bazd meg legyenlitek a keserű pirulát. Hú, te ez megint, ez te hova hord ez a kormány, bazd meg te? Te bazd meg itt olyan hótjáték van. Egy kicsikét be kell melegednie itt a szervónak. Mi van, nincs felszálló? Helyet még nem basztam itt ezen a vonalon. A bazd meg! Senki! Nem ám hátul főblitzelnek, bazd meg, akkor kipicsázom magukat ám ott. Azt lehet menni panaszt tenni a forgalmiba, bazd meg! Az óvatosan finoman itt nekem, bazd meg, nem ám itt. Vannak ám itt kicsit úgy
ez a hovazás, mondom itt azért agyilag a berlinieknek nagyon betett ám, bazd meg. Most egy kicsit mesélek akkor erről a helyzetről, mert láttam, itt értetlenkedtek. Aztán... kicsit úgy esett a hó, havazott. Ahelyett, hogy bazd meg itt a játszótéren építenék a hóembereket, bazd meg. Egymást basztatják az emberek, érted? Aztán... kicsit úgy betette nálunk a kaput ez a őszintén havazás, mert az egyet Berlinben nem nagyon szoktak látni, tudod, aztán... hát ezek, figyelj. Nekem kellett elmagyaráznom, az, mi az, ami esik az égből. Na most, most akkor szerinted... ezek mind, szerinted azért úgy... érted? Nem véletlenül szeretnek engem itt a Merkelék. Érted? Atya faszát, te! Húha! Húha! Kellert kapott a kátyútól ez a szar! Vagy a picsáját. Én mondtam nektek már múltkor is, hogy ezt a csuklós buszt, ezt hanyagolni kéne, mert figyeljetek ide, ez életveszélyes ez a szerkezet, ahogy össze van téve, bazdmeg, mert... látjátok, itt azért el kell tenni egy kis időnek bemelegedni a szervó, mert nem fog. Érted, nincsen izé. Nincsen benne... izé. Moin. Hello, fasz. Aerodinamika. Kann ich ein Ticket haben? Na. Tessék mondani. Na, maga egy nagyon rendes embernek tűnik, nekem egy első ránézése. Kártyával tetszik, akkor biztos? Tessék akkor letépni a ticketet. Nem fogok én magának nyújtózkodni, bazd meg. Olyan fagyzorban ez a ügyed, bazd meg, itt érted. Állod, bazd, nézd, mint a bece. Azonban nem a legelőn vagyunk, öreg. Ez busz. Bazd meg, én bepittyegek valamit kell, mert nem ért hozzá, ügye hozzá. De nehogy már itt én ízzék. Bazd meg, nem ízzék. Gimnasztika óra, olyan napja fasza. Na már oda nézd, már meg kilométerek... kilométerekről látom a izét, a kurva futárszolgálatot, te! Nézd meg, de nem is ő hajtott most ki elé, van ez a macska Jancsi. Hogy húzom az ablakot? Hey, de figyelj, te! Hát bekaphatod! Elmész az anyádba, bazd meg! De ilyenkor ne szeppenjél meg, bazdmeg, hanem valamit mondja, valamit emeld meg, bazdmeg az egyik csülködet, vagy valami lófasz. Na, te! Jó, te vajon, te. Te faszát az ilyennek, bazdmeg, nekem itt ne izéljenek. Bányán, lefagy itt a izé. Olyan ízületes vagyok, bazdmeg, itt a bal üzém kapott egy akkora gellert múlt héten, bazdmeg. Mert basztak nekem itt megcsinálni az izét, a fűtést. Mellettem, bazdmeg, az lefagyott a fél oldalam, bazdmeg, érted? De olyan, azt hittem, sztrókom van. Hát mi a lófasszal itt gyerekek, remélem, hogy tehézéljetek, baszki. A veszélyességi pótlékot föl kell vetessem, bazdmeg, be kell. Tetettem a munkaköri leírásomba, veszélyességi pótlék jár nekem, bazdmeg. Fűtés nélküli buszra megyek. Érted? Hát, hogy le, nem lehet így. Hi. Na mi van, mondja, kedvi csókolom, mi van? Egyet tetszik? Meddig megy? Piacig? Jó van. Mit? Van valami akcióban? Vagy mi a lófasszal? Na maga azért úgy egy rendes ember, de azért kicsit köröntölni fog. Moin. Kann ich ein Ticket haben? Attól még, mert ilyen szépen artikuláltan beszélsz, nem fogom neked csak úgy elnézni, bazzak, hogy ide jössz hozzám kérni ilyen 24 órás jegyeket. Hát minek nézel te engem itt? Mi? Na hol vagyunk? Várjál már. Mi van? Tessék akkor hátra tipegni, bazzen a nagy lendülettel, nem amit azért. Jó van, kapaszkodjon azért! Majd megindulunk aztán nekem itt, nehogy itt panaszkodjanak. De figyeljetek ide ezt a kitappalást, ezt nem lehet valahogy itt azért kivenni ebből a szerkezet? Én mondtam nekik, bazzeg itt a műhely, bevittem műszakiztatni, meg minden ilyen lófasztak. CV-t, tudjátok ilyen kubiban. Aztán nem tudták ezek miről beszélek. Hát mondom, bazd meg! Hát mondom, ti vagytok itt az észerelő, baszki. Hát mondom, ennél én is többet tudok. Aptjuk faszát, ott álltak körülötte, nézték, lebegtek, habogtak nekem valamit ott, bazd meg. Azt sem tudtam már milyen nyelven beszél. Se puszi, se pá. Apátok faszát akkor.
Azért jönnek, mennek az emberek, érted? Itt semmi se szent. Bazzeg te! Itt Berlinben 2 centi hó, aztán... Megáll az élet. Hát te ki a... kinek te? Hát kinek közész te itt nekem, mi? Hát bazzeg, hát fogja, azt rám húzza, bazzeg, hát te neked teljesen elment az eszed, öreg. Mit gondolta, hogy én majd itt hagyni fogom magam, mi? Öcsike! Hát valamit tegyed ki, akkor legalább a T-betűt, bazzeg, hogy tudjam, hogy egy retardát vagy. Hát nézd már, hogy nézel ott ki. Most még ott te mutogatsz nekem, bazd meg. Fogd inkább a kis barátnődnek a műkörmös kacsóit, aztán húzzatok el innen a picsába. Ha velem itt nehéz éljetek, baszki, látod, hogy sietek, megyek a dolgomra, viszek mögöttem a bazdek 30 utas. Hát nekem itt nehogy már, bazd meg, hát a tököm tele van, bazd meg. Főhívom mindjárt diszpécsert, azt azért. Hát most azonnal kérem a veszélyességi pótlékot, bazd meg, meg akarnak ölni már másodjára héten. Érted? Mert te nem volt eddig ellenző az elmúlt 20 évben. Ide jövök Berlinbe, bazdeg, aztán... Itt... Mikkel beszélnem ki itt a Merkelékkel most már, bazdeg, mert... Ez így... Figyelj ide, ez tarthatatlan, bazd meg, érted? Mert teljesen ez te. De figyelj. Bazd meg! Nekem itt ne üzéljenek! Mi a lófasz a gyerekek? Ne álljunk, bazd meg! Hát nem él a lábad, öcsike! Várnak az utasok, baszki! Egyébként ott a vonat, tessék! Tetszik látni? Ott ment a vonat! Mi a fasznak? És akkor nekem itt üzének, bazd meg, ide se köszönnek! Nézd meg, ennyire bunkók, te! Nézd meg, menjenek vonattal! Nincs kinek köszöngetni, bazd meg! Itt én buszsofőr vagyok, baszki! Nekem itt ahogy már ne köszönjenek előre! Na ezt a kitappalást, ezt ki kéne venni innen, bazd meg, nekem, mert ez itt tüzés. Ez ilyen lófaszos, mert... Ide figyeljél. Bazd meg, benyomom a gombot. Ne. Látod? Ezt mondtam. Ugye? És akkor... Jönnek itt a kérések, hogy meg... Jaj, Lajos bácsi, hát jaj, hát milyen kis izé, hát... Agresszív. Ne, az itt tötymörök, bazd meg. A taxis ott eszetlenkedett, mi van? A taxis, ez bárhol megállhat. Mondtam Merkeléknek, mondom, ezt meg kell szüntetni Berlinben, hogy csak úgy megáll az utca kellős közepén, azt ki meg fölveszi az utas, bazd meg, hát... Hát ez, hogyan lehet ez? Érted? Charity Campus Mitte. Na. Most valami izé, campus lesz itt támadni. Mindjárt ott vagyunk az izé a Schutzbahnhofon. Amit mondtam itt az elején, ott felkiáltójel, az azért felkiáltójeles, az itt buszsofőrök nyelvén az vézés. Az ilyen... Jalófasztam, ezt akartam mondani, bazzeg, azt te itt belebeszéltek abba, amit mondok már, hát nem igaz már. Ezért... Ilyen... Veszélyes. Magyarországon is biztos tudtak ilyen helyeket mondani, érted? Mindenhol van ilyen hely, ahol... Ilyen ízés, ilyen... Stresszes egy kicsikét ott a közeg. Na, mi van? Nincs, nem száll fő senki, hát akkor basszáltak anyád. Most mi van? Most akkor jön vagy nem jön? Döntse már, basszak, hát most ezt érted? Megmondtam én nektek! Várakozó busz nincs, ezt most meg egész hadsereg jön ide nekem, basszak a nyakamra, nézd meg! De ne csak hátulra menjenek zülleni! Tessék itt elől is leuppanni, bazdeg a súlyelosztáshoz, nehogy itt nekem ilyen izé legyen lófasz. Jó van? Na nézd meg, tehát ezek süketek, bazd meg. Figyelnek ide azért, okosan dübögjenek ott nekem hátul, nem áll itt aztán. Van még hely elől. Nehogy itt aztán nekem. Az, mert itt olyan balanszírozás van nekem itt ebben az évek. Kamionba, olyan lófasz buszba. Érted azért? Figyelni kell. Kezdem azért? Nem ám itt egy irányúba megyünk ám be, bazza, mert... Akkor igen, kibaszunk ám magunkat. Akkor várni kell arra, hogy visszatonassanak az idióták, érted? Nehogy itt aztán. Már ezek normálisan néznek ott a ki papika. Gyere, tessék, engedjék már előre, csóri. Hát nézze már meg, bazza, meg a cég. Nézzem már rá, hogy néz ki. Ne.
Jaj, van egy úri ember. Agudi Bini. Hát az azért... Ugye vannak ám itt az bajorok, ugye? A bajorok azok azért... Hát azok a felső szintűek. Ha itt a parlament megint jól van. Ezt már tudjátok kívülről úgyis. Tudom én, nagyon jó. Itt a parlament. Hát ezt itt dolgozhattam volna egy kicsikét, de... Á, onnan basszátok anyátokat, nem foglalkozok én ilyenekkel, érted? De mi vagyok én? Basszak. Á, nem, figyelj. Nem. Nem, engem ez nem. Engem nem izgat, érted? De... Figyeljetek ide! Én már itt életem... Faszom tudja hány évében várni. Hát évtizedeken keresztül figyeltek én itt dolgoztam mindent. Egyszerre három állásom volt. Érted? Ez csak azért jártam haza, hogy tudjak egy jót elmenni WC-re, érted? Aztán... Én megdolgoztam azért bankszámlámon, elfektettem egy 8-ast, azt abból élek, érted? Figyelj, én el vagyok, nekem ez hobbi, érted? Ez, én... Nekem ez nem izé, bazzeg itt izé. Ez nem fáradtság. Na. Na, ez egy kis te. Néma gyerekek, baszki. Na. Halló, fasz kell nyitni hátul az ajtót, Scania ez, nem bazd, nem Scania-ban vagyunk. Egy nyílik egy magától, ez automata. Nem tudtad? Van hátsó, hogy mi? Ti vagytok hátul mögötted? Te gyertek ide előre, bazzik, azt mondjátok nekem. Itt vagyok. Mi van? De van, még tele vagyunk üres helyekkel, olyan őzi hátsó ajtó. Jöjjenek előre, azt majd leszállnak, baszki. Nem fogunk itt nekik nyomogatni minden lófaszt. Ha mi vagyok én? Érted. Nehogy már itt azért. Megint le akartok ide ereszkedni, bazzik, arra a szintre, azt akarjátok lemenjek arra a szintre, hogy itt a... Majd a szúnyogatja nekünk a vért, nem bazd meg? Hát... Majd lófaszt. Jó. Ne, ez is jön ám, te! Ó! De nagymázisták vagytok, ez a ti szerencsenapotok, basszátok meg! Nem siették, itt azért nagyon nagy leszámolást tartanék köztetek, bazd meg! Na. De bazzag, itt elő senki nem akar leszállni, akkor mi van itt most, akkor figyelj ide. Körbenézek egy kicsikét, bazzag, mert itt már... Jó, nincs ülőhely, akkor álljanak, hiszen van hely! Ott áll, bazzag, hát tessék nyomni a gombot, én nem látom, hogy bazzag, nem vagyok gondolatolvasó. Figyelj ide. Jó van, nekem itt, mamika, tessék kapaszkodni, ne Facebookozzon itt nekem. Ne bazd meg. Ja, jó, na látod, működik az ajtó, automata. Csak itt meg kell nyomnom egy gombot, automata ez. Ugye ide. Fófasz ez. Működik ez. Látod? El volt ez nekem itt ezért kapcsolva. Mert ezek a balfaszok letörölgették nekem itt a műszerfalat a műhelybe. Ott a nekik kicsit fújkáljátok le nekem itt ilyen ezért ófasz, ezért műszerfalápolóval, aztán valószínűleg át van nekem kapcsolva minden. Te, fényszóró működik? Mindegy, látok mindent, úgyis bazd meg, érted most. Akkor... Ne. Bekostolt a kis buzi. Nézd oda. Hát ez anyja picsáját, hát nem megbassza te. Hát a kinek itt izész? Ha nem ám utánunk ered, bazd meg! Ki a faszát, pont időben még elkaptam, nézz oda. A kurva anyját, hogy elvitt a tükrömet, bazd meg. Te szemétláda, te azt itt hagysz, mi? Az képes itt hagyni, bazd meg, ne? Ezt mondd meg, most akkor ilyenkor most át kéne menni tízébe? Kobra 11-be, mi? Fölhívom mindjárt Szemét, bazzeg, aztán leüldöztetem a picsába ezt a gyereket innen, nézed el. Nekem itt ne indexelgessél most már, bazzeg, később bánat. Fő van írva a rendszámod, bazzeg, igen ám, aztán gyerek.
valaki írja már főtrendszámot, nazve, mert nekem itt nehogy már ezért legyen, baszki, telkalodjon. Nekem itt ez nem fog itt ezért, én múltkor itt azért leadtam ám a rendelést. Bementem itt az izé kapitányságra, aztán leadtam itt a rendszámokat múltkor ezért. Azért figyeltek ide nekem, itt el kell számoljak ám itt a forgalmiba, bazzeg. Számon kérik tőlem, hogy Lajos bácsi, mi történt? Mit mondok? Aki a faszát ez a szófosás, ez megint mit keres itt már? Hé? Ha mi ez az izé zene itt nekem, bazd meg? Ez zene! Szófosás, bazki! Aki a faszát már, te... Kerek. Na. Nekem itt nem mondja, magyarázzatok már. Na itt gyerekek, lazul a sáv. Ez meg menekül. Szerencsét, hogy nem arra kell mennem, a rendszámod megvan. Megvan a rendszámod. Azt egy szőke picsa vezeti a üzét, a furgót, te. Egy embercsempész. Ez biztos embercsempész. Ezeket ismerem távolról. Ha ilyenekkel ott dolgom azért, Teheránból vitték át az éve, bazd meg. Szibériában az embereket, bazd ki. Meg onnan vissza, érted? Ezek ott, ó, te. Nekem itt nem magyarázzatok. Ezeket én megismerem ám. Távolról. Adjuk faszát. Nézd meg, meg kirándul a család, bazd meg, az gázpedált meg nem képes nyomni. Rendsétlen idióta, bazd meg, a taxis magyarázott, bazd meg, nézd meg. Há? Gyereke, ide. Azért. Ezt mondom itt, bazd meg. Érted? Hát csoda, hogy ez a templom még áll, bazd meg, annyi. Akkora szentségtörések vannak itt, bazd meg, az elmúlt egy hétben. Életem nem láttam még ennyi eszetlenséget, amit folyik Berlinben, nézd meg. Mi a lófasz, nem is templom, bazd, mi ez? Hát tele van kátyúva, érted? Tele van kátyúva az egész. Na most azért jövünk egyébként erre az TX-es vonalon. Azért megyünk ám itt. Nem majd részzatok nekem itt. Azért megyünk erre, mert itt ez volt a tanulójáratom, érted? Hát tanuló, ha lófasz, hát én akkor, mikor ide kijöttem Berlinbe dolgozni 20 évvel ezelőtt, akkor én már izé voltam. Akkor már nagy csibész voltam. Aztán... Érted azért? Hát tanuló, hát na, ha lófasz, hát mindenkit erre raknak be, ugye, mert ez ilyen... Van minden, ugye? Van minden. De akkor nem csuklóssal voltam. Hát mondta nekik, mondom, ide félnekel, hogy ezért ikaruszotok van-e megkérdez, ez volt az első kérdésem. Micsoda? Visszakérdeztek. Hát mondom, jó, figyelj ide, elvezettek én mindent, basszátok meg, hagyjatok engem itt ezekkel dolgokkal, mert... Na mindjárt jön itt a Hauptbahnhof. Most már jön a Hauptbahnhof. Aztán... Hogy vigyázni kell, bazzeg, ott csak lassítok majd, ott nem állok meg teljesen, bazzeg, ott kikapják alulam a busz, bazzeg, ott azért, érted, ott azért vigyázni kell, az olyan kör. Na, az azért felkiáltó jeles, jó? Jó van? Gyerekek, azért jöttek ide ki Berlinbe dolgozni, most ez így buszsofőrök között mondom, hogy azért mentek ilyen felkiáltó jeles helyre, akkor azért ott nem kell megállni a busz megállókban, csak lassítasz, azt mondja, aki föl akar szállni, az... Ő száll ki, meg le akar szállni, az meg leszáll. Adja faszát. Ennyi. Nyitok egy mindent majd, hát aztán... Hát bazd meg, én légrugó, az rakoncátlankodik ám, gyerekek. Vigyázzuk el, mert bazd meg itt aztán múltkor is a légrugó, bazd meg itt majdnem elszállt. Érted. Mi a lófasz? Mi van, gyerek? Mi van? Nem teli zöld van, hanem menj már, bazd meg! Hát álljak be neked a üzébe! A Szomszéd utcában vagy mi van? Te bazd meg, ez ne fulladt itt, vagy mi a lófasz van? Menjél már, bazd meg, nehogy már ezért fölkenkelnem megint! Ne, bazd meg, te! Ezt adjátok össze, te most, na most látjátok azért? Azért látjátok, nem hülyeségeket hordok itt tettek össze, bazd meg! Érted? Aló, fasz volt piros eleve, ne? Mi, színvakok vagytok már? Vagy mi? Hol volt ez piros? Aló, fasz volt ez piros, akkor miért indult te? Zöld volt, az egyszer csak piros lett, az megállt. Érted? A szélvédőmnek a tükröződéséből meg tudtál állapítani?
Jaj, te, hát itt menni kell, bassz meg. Ujjaj, kilopják a buszt alólam, bassz meg. Ez abban, uff, vigyázzuk el nagyon. Itt kedvezményt kaptunk a piros lámpákra is, azt mondták nekem, hogy itt a verkelék, az Lajos bácsi. Figyelj ide, úgy érzi kicsikét, hogy szűkösett a dolog a Hobbenhofnál, akkor tessék nyomni a gázpedált, hevesen, nyugodtan menjen. Nem kell ott basszon bele az egész, nem kell ott fölvenni az utasokat, menjen csak tovább a picsába, nehogy itt aztán valami baja legyen magának. Mondom, jó, köszönöm. Na. Ne! Hát azt nem összeomlott, ott a izé, nézd meg! Az anyja picsáját! Láttátok? Teljesen mindenkinek elment az esze, bazzeg, ott a izé! Összeomlott a bódé! Összeomlott a bódé a nagy hótól! Ott van! Hát tessék ezt összeadni! Ilyen dolgok történnek itt, hát nekem mindent egy ne magyarázzanak le! Figyelj ide! És akkor nézzek itt rám, bazzeg, ekkora nagy izé borjú szemekkel itt, hogy izé! Lali bácsi, ott az ember nem túlzási kicsikét magát, hogy itt ez veszélyességi pótlékot akar kikönyörögni magának. Milyen kikönyörög? Látjátok, hogy mi van itt? Látjátok, ez Berlin. Berlin az ilyen, bazd meg. Érted? Nekem itt nem kell okoskodni, bazd meg. Úgy viselkedtek itt nekem, bazd meg, mint hogyha itt lennétek kint mellettem, bazd meg. Mit vár erként vagy 20 éve, bazd meg, érted? Hát lófasz ez. Nekem itt nem kell izélni magyarázni, bazzeg. Hát én figyelj, mint a tenyeremet úgy ismerem, bazzeg. Kicsit vele kell húzni, gyerekek, le azért itt lófasz, 7 perces késésben vagyunk. Érted azért? Enni kell. Jó, ez még valánző, gyerekek, átfér az. Ne! Kollega, mi van, durvotok? Bazzeg, így mozgott, ugye mozgott a fűke, na ha az én légrugom szépen útkalkott az, nem tudom, mi lesz majd ott abban, te beállhatod bobolni a sikátorba, te. Halló? Ah, ticket, figyelj ide. De látod, a Berlin az ilyen, érted? Tehát ez nem lehet itt ide picsázni. Mi a lófasz? KP-va? Tata. Mi? Na, jó van. Szeretem ezeket a izéket most azért. Akkor én nagy izé címletekben fizetnek, nem kell visszaadnom. Moin. Akkor, érted? Kamu tiketeket adok nekik, érte, ha ezért. De nem amit aztán nekem itt hazudgáltok majd a lófaszokat, jó van? A lófasz. Na ez is! Ezért ki! Mi a lófasz van itt, ide figyelj, mi van itt? Mi van? Kisebben nem volt, mi? Ja, jó van öreg, de azért nekem így ne hozzának ide ennyi aprót, bazd meg, azért ezt meg lehetett volna oldani fel ennyiből is, érted? Azért nehogy már itt nekem, bazd meg. Tudom, hogy szedegetnem kell műszak végén, bazd meg, itt a sok aprót, mert a kibaszott sok kázsút basznak be aszfaltozni itt a közútkezelők. Aztán minden tiszta aprófén szokott lenni körülöttem, te itt, bazd meg, ne. Nézzek, az van, hogy a gázpedál meg a fék alá beragadnak a izé pénzérmék. Azt nem tudok megállni, ami jött. Most akkor mi a lófasz lehet csinálni, érted? Hát lehet, akkor nem tudok én megállni, érted? Nem érteltek erről. Magyaráztok itt nekem valznak, hogy ez én fék, meg ez a lófasz. Milyen fék? Hova? Én nyomom. Hát nem fog, az más azért. Érted? Hát nekem itt nem kell dűnyögni, bazd meg. Figyelj ide. Mi a lófasz van itt? Hát mi van, gyerekek? Azért ma még lesz itt valami? Figyelj, ne, bazeg, itt tele van graffitizve. Régen nem voltál mit ilyen, bazeg, graffiti. Ez ilyen, nem tudom, a halálfaszáról vándorolt ez ide be Berlinbe, érted? Ez egy rendes, tiszta, volt. Város. Érted? Nem voltak itt ilyen problémák, bazd meg. S-Bahnhof, Bolszenstraße. Érted? Itt azért vigyázni kell, gyerekek, már látjátok, itt ment szertágazó bazze, mint a fának a lombkoronája, érted? Mennek így jobbra balra a sávok, bazzek, azt a tudja a tökön, bazzek, hol merre kell itt menni, bazzek, mert...
Ezer éve nem voltam már itt, bazdmeg. TX-el az izé, mondom. Kezdőknek a járata, csak eljöttem erre, bazdmeg. Nem mondom, megmutatom nektek, mondtátok, hogy Lajos bácsi, hogy kezdte? Régen elmesélni? Á, nem elmesélem, bazdmeg, megmutatom, érted? Megmutatom én nektek. Ha így, így. Elmegy izé. Elmegy nagy lófasz. Ott várja, az, na mi van itt, gyerekek? Na. Kicsikét azért... Ebben az meg, mondom, mire följön ez a kitalpaló. Lemegy itt a napközön 8 szomával, megérted. Na, figyelj, nem szóltok? Senki nem szól, bazd meg, hogyha alkal zene, Lali bácsi, valami történjen itt, vagy valami lófasz. Hát mindenki itt, bazd meg, nem értelek. Te, nálatok is esett a hó, azt egy kicsit megvagytok húzatva, vagy mi van? Gyerekek, azért nálatok se ismerek, komolyan mondom itt az elmúlt napokban. Bazzeg, egy hete találkoztunk legutóbb, vagy mikor voltunk, bazzeg. Egy tira, melyik már bazzeg. Jövök, amikor szól a gyerek, te most múltkor is ide szólt ez a gyengelmé, balácskátok, bazzeg, hogy izé. Tegnap reggel szólt nekem ide, bazzeg, hogy... Hogy, na most... Hát, basszátok meg. Na most akkor innen hogy kavarodunk ki, ugye, ilyenkor? Egy kezdő ilyenkor, most azért jöttem be ebbe a sávba. Egyre se kell itt menni, hát ahogy gondoljátok, hogy ezt nem tudtam. Érted? Pontosan tudtam ezt én. Azt ilyenkor az van, hogy mondom itt nektek, hogy azért ne kell nektek átesni ezeken a folyamatokon. Ilyenkor az lép érvénybe, farkas törvények uralkodnak itt Berlinbe, bazd meg. Erősebb kutya baszik, ilyen egyszerű gyerekek, nem kell itt picsázni. Jó? Nem kell itt picsázni. Oda berakod az orrodat. Ne gyerek, te meg itt ebben fogjál mellettem, azért nem látod, hogy busszal vagyok, te. Mi? Basszjon csikám, nem magyarázzál, te jött nekem, bazd meg! A busza vagyok, nehogy már itt bazd meg, én kérek neked elnézést! Apja faszát az ilyennek, érte nekem, hogy nehéz ilyen. Na. Na aztán... Ilyenkor ennyi, na jó, bazd meg. Apja faszát. Hova megy ez? Jó van, gyereke, nem kell itt izérni. Le kell rakni, aztán ész a dolgodra. Figyelj, nem lehet itt. Figyelj, minden ilyen jött, mentél senki házinak, bazzak, és megállsz egyet itt durbulni, aztán... Na most ezek is itt mit akarsz, te versenyezni, öreg? Bazzak, letollak neked oda izébe, bazzak, azt nézegelődhetsz majd. Ezek mit szüttyögnek itt a külsőbe, bazzak meg. El lehet menni itt százzal, nagy gázzal. Nézd meg, te. Hát ezek itt... Őha, megszűnt az egyik sáv, bazd meg, jó van. Csállalőr, mi a helyzet? Hát azért ez egy elég szarú van megoldva. Akkor esik, ha jól esik, megint be van durva, hogy a rendőrök verjenek láncra, így áll, mert Pika céljén a volnán előre megyünk, nem hátra, csak far hátra. Na, jó van, köszi. Csá, nem tudom, itt kimagyarázott nekem itt, most mi van? Jó van, terekek, jó van, jó vagyok én. Figyelj ide, hogy lennék én ma? Hát kicsit azért most stresszes az élet most. Azért mondta, hogy terségettem. Milyen faszra nem mondom-e még egyszer, bazdmeg. Hát majd... Figyeltek ideig nekem, dobáljátok a rózsát, meg minden ilyen lófaszokat, meg ezért szurkolgattok nekem. Bazdmeg, itt olyan, úgy érzem már magam, mint a papagáj, bazdmeg. Itt köszöngetek. Hát mi a lófasz, érted? Hát már figyelj ide, hát de nem úgy van az. Érted? Na, mint a birkák, te! Hogy vonulnak ide? Nehogy már azért kieskezi. Kicsikét úgy finoman van, jó? Kezi csókolom. Jaj, te, ez a boltos rozsúró. Jaj, te, tiszta anyja. Megkérdezem tőle, melyik volt az, ha hol van. Maga azért... Várjál. Ahova tetsz... Na, tessék leülni, Rozikám, jó van? Ja, anyádat ismertem én, azért ott járkáltam hozzá a piacra, a boltba. Jó van, itt azért tessék leülni, mert azért kicsit tempós szakasz következik, nehogy itt nekem bántódása legyen. Szanyádnak mit mondok, bazd meg? Érted. Ez a barátnőd? Ne basszál ki velem, komolyan. Hát akkor le ne engedjétek ülni! Hello! Nem szabad ott leülni! Rossz az ülés! Hello! Bazd meg, kihangosítom a... Átfasszom, jó, ha mindegy. Minden majd... Öreg azért. Fiatal!
Ne! Nehogy beengedj, ezt rám húznám azok itt a izét a kormányba, de jövök itt a rakománya. Érted, 50 utassal jövök itt azok a fedélzeten. Nekem mind ne picsázzon itt ez a izé. Türkész gyerek, ahogy nézd, milyen autója van, nézd meg te. Ilyennek ki menni az utcára te, nézd meg. Ne. Mi ez? Tájfun, bazd meg. Hát söpör, mint a tájfun, az hétszerség, bazd meg. Nagyon nagy sikere van ennek a izének, járgánynak, látom. Úúúú, te. Az biztos kurva élet. Érted. Na figyelj ide, nem lehet itt kicsikét elsisszanni? Gyerek, nem bírom nézni már itt a hátsó lámpáidat, bazd meg, már szédülök tőled, ülj a gyerek. Amit a faszád, bazd meg. Az csak itt néz ki a fejébe, bazd meg. Nem vagyunk résen gyerek, az fölnyársaljuk egész üzét. Flughafen tekel stresszét. Érted, ott vagyunk. Itt laktam sokáig, itt az éve. Hidraulika gyár van, itt jobb balra. Ám nektek nem tudom, hogy már erre van, mi van. Kicsit meg vagytok szédülve, azért mondom, mert nem tudom, itt most mit kavargáltok már megint itt nekem. Aztán... Flughafen tégé. Na látod, ezt mondtam itt azért. Figyelj ide azért engem, hogy nem azért fecskék hordták ide nekem össze ezeket a dolgokat. Én ezeket minden megtapasztaltam 20 év alatt. Nekem itt nem magyarázzatok, hogy ezt így meg úgy kö. Hát azt mondom, mire fölnek, magyaráztok itt engem, az meg így meg úgy meg így meg, na, érted. Én hálásnak kéne lennetek nekem. Itt ingyen bérbentve átadom a tudásom, bazd meg, érted. Magyaráztok itt nekem valamit, hogy jaj, Lajos bácsi, jaj. Jó, nem kell engem is sajnálni, mert nem kell. Érted azért. Na, hú. Figyelj ide. Na látod, ilyenkor mindig azt kell csinálni, amelyik sáv lazul. Érted, az egyből be kell foglalni, mert az meg itt aztán farkas törvények uralkodnak ám itt, nem lehet itt izé picsázni. Na mindjárt ott vagyunk, gyerekek. Várjál csak, azt mondja, hogy... Á, jövünk ám. Jó, minden odaérünk, kicsit késünk azért, mert láttátok, nagy dugók voltak itt is, ott is. Á, minden volt azért dugók, bazzeg, te! Hát nap végére, bazzeg, itt annyit buszozunk a végén, kificamodik a azért csukló. Apja faszát. Kátyú hátán, kátyú benni, mert de figyelj! Azért látjátok, én is mire megyek itt a jó kapcsolataimmal, bazzeg, itt azért a Merkelékkel én azért el vagyok ám, bazzeg, érted? Ismerem őket, mint a rossz pénzt, tehát jó viszonyban vagyok velük, fuvarozgatok nekik egyszer-kétszer ide-oda. De aztán látjátok, nem tudom náluk kiharcolni azt, hogy leaszfaltozzák rendesen Berlin, bazzeg. Lépten nyomon kátyú. Érted? A Berlinnek a gúny neve az kátyú. Kátyúhegy, bazzki. Na, merekek. A Lali járat az... Ne. Te. Bazd meg, megint nem nyit ki hátul az ajtó. Gyerekek, elmegy a picsába ez a lófasz. Hát nézd meg. Ne, hát itt nekem nyomogatni kell ezt állandóan. Hát hogy van itt ez? Mi? Nekem itt, na, TML-ke gyerek. Öreg. Na. Most hogy is van itt ez? Várjál. Ide figyelj! Na veled nem találkoztam még. Akkor hozzál én a picsába. Aztász meg itt nekem valóban. Na most ez hogy csukódik itt be hátul? Most tényleg látod? Ki volt nyitva? Ez automata! Hát ezt mondom! Hát automata! Hát ez automata, de hát akkor... Az anyja picsájában működik ez. Nem bírok kiigazodni itt a rendszeren. Te! Egyszer nyílik, egyszer nem! Hát nincs is egy gomb! Most ezt becsukom! Ez föltalpal itt nekem, bazd meg, érted? Most ezt a talpalást, ezt hogy lehet itt kiiktatni? Bazd, én szétverem a izét, ha kell. Ki kell venni a biztosítékot, nem? Biztos kurva egyszerűség, hogy valami így működik itt, várjál. Mindjárt megfejtem én itt nektek, bazd, mert látom, hogy te ne vagytok itt tanástalansága, bazd, itt. Tétek itt nekem van. Na most...
Várjál, most letalpaltam, bazzaj. Mi van itt? Nem jó ez, gyerekek, nem jó ez, nem jó. Nekem mint nem, de... Ide! De... Á, te! Figyelj ide! Kipicsázom itt a szerelőket, bemegyek majd hozzájuk műszak végén, azt elmondom nekik, bazzaj, ez egy nagy szar. Nem lehet kiiktatni itt a letalpalást, te. Hát ez, na jó van, figyeljetek ide. Akkor... Mi a lófasz? Ezt mehetünk itt már ezért tovább, vagy mi van? Na hát akkor menjünk, gyerekek. Menjünk visszafele. Érted? És akkor visszafele... Meg ilyen izé, ilyen... Ott a... Hubbanhofhoz érkezünk majd ki egyszer. Aztán... Várjál, mert itt meg vagyunk késve kicsit, hogy látom. Hát mi van? Ilyen már... Udi Vinin. Te puszi, sem... Halló? Na. Ein Fahrschein bitte. Jó van, öreg, mi van? Telefonnal akarsz te nekem itt izéni? Fizetgetni? Hát mi a lófasz? És akkor a jattom, hogyan? Azt akkor... Hát hogy lesz akkor a jattom? Mi? Műszak végén, vagy műszak közben, hogy fogok én kávézni, öreg? Hát valamit azért... Na, kezi csókolom. Hát hogy tetszik lenni? Ott van maga mögött, tessék megfordulni egy kicsit, ott van maga mögött, hát nem, akkor ne forduljon, de bazd meg, ott, attól függetlenül, ott van maga mögött a izé, a tiket. A lófasz, tiket automata. Jó van? Meg ott is van ám, odébb, tessék megnézni. Látja? Nekem itt hiába itt izé, bazd meg, míg rám várt, addig megvette volna a jegyet, most ezért állunk itt, mert maga ilyen szerencsétlen. Ezt adja össze, bazd meg most. Kibazzik az utastársaival, most ezt mondjam el nekik? Ezt kiközösítünk túra végére, bazd meg. Érted? Ha mi van itt, akkor várjál. Ezt végig kártyával akar fizetni. Kártyával az automatánál is lehet kezdi csókolom. Ha ne nálam fizessen kártyát, készpénzt azért csak-csak azért úgy elfogadok, de azért csak csinyán gyerekek, nem amit azért nekem. Finoman. Mi van? Állj, meg kell állni! Meg kell állni, mi van? Mi van? Mi a lófasz van itten? Veszekedés van a buszon? Az hogy lehet? Ki veszekedik? Ki az apja faszal veszekedik itt nekem? Várjál! Elkapom! Átramegyek, lepofozom a szétszenség! Várjál! Elkaptam a merénylőt, apja faszát. El lett kapva. Hát nem megbassza, te. Hát velem itt nem lehet ampicsázni, figyelj ide gyerek, rád küldöm a bérgyíkosaimat, azt el lehetett elittik a karrieredet, öreg. Velem itt ne őzőjé, picsázzá. Érted, itt azért... Melyik volt az itt, le kell szállítanom még itt, várjál ide. A kidűny... Kezd is... Na. Láttad, azért meggyőző voltam vele, mert azért ideült egy bögögéből. Kidűnyögött itt nekem a papikám azért magába. Na, ott megy a izé, élő stream. Akkor tessék leszállni, maga dumolt itt nekem, mi? Tessék leszállni sürgősen, jó? A következő megállóig azért elviszem. Azért mégis azért valamit fizetett. Csak ott szálljon le a faszba. Nekem itt ne picsázzon maga. Na. Valaki megint veszekszik, tessék itt mondani, bazza, mert... Érted? Hát azért figyeltek ide azért! Azért egy pár évtizede szolgálatban vagyok. Aztán nekem itt nehogy itt valami alhé legyen, bazza, mert itt én lekapcsolom az illetőt. Azért én foglalkoztam sok mindennel itt az elmúlt éveimben. De majd ezt később úgyis elmesélem majd. Á, majd azért figyeltek ide azért. Valami bizalmi szintet föl kell építeni itt köztünk, mert csak úgy nem lehet ám itt ezeket megosztani, mert nem úgy van ám. Na, elkaptuk, akkor mi van? Annikám, mi van? Ellent kap az illető? Mi a lófasz van itt, mi? Meg vagyunk? Na jó van, akkor apja faszát itt nézél. Jaj, Viktória drága, mi van? Velem tetszett álmodni?
Éreztem. Az első pillanattól kezdve éreztem. Köszi, Buffy! Épp, hogy azért megálltam. Az meg itt azért... Victoria azért kicsikét azért úgy... Úgy azért úgy... Tessék magát visszafogni, bazdmeg azért úgy... Na. Azért... Nehogy itt aztán átessünk nekem itt a ló túloldalára, bazdmeg. Itt vannak ám itt... Itt vannak a megfigyelőim, bazdmeg. Próbálnak ellehetetleníteni. Érted? Próbálnak. Aztán várnak a megfelelő alkalomra, bazdnek. Féltékenyek ilyenkor. Jó van, de azért csak tessék ilyen... Azért tessék csak azért ilyeneket dicsérni. Ja, szeretem, mikor dicsérnek azért szeretem. Nincs ezzel probléma. Mi van? Felvennélek a következő megállónál? Bazdnek, ide figyeljé! Ez nem kívánságműsor! Hát tessék befejezni ezt! Ez nem kívánságműsor, bazd meg! Jó van? Hát bazd meg! Figyelj ide, menj oda, bazd meg! Itt jön a Brukkol meg Smeg. A... Itt a Nemzeti Parknak a bal szélén lesz a A bódé, a megálló, aztán gyere, bazd meg! Hát a faszom, hát adok én neki egyet, bazd meg, de akkor fizessé nekem! Figyelj! Nem szeretek itt jótékonykodni! Hova gondolsz te? Jó, gyere nyugodtan, szívesen látnak, de vannak azért fizessék. Jó van azért. Na iszok itt, na! Jó van Bálintom, figyelj ide! Figyelj ide, Isten gyereke. Jó faszád, bazzeg, itt a végén kiszárodok, mert... Annyit kell magyarázom itt, mert jön itt a öreg, vegyél vissza itt sürgősen kettőt, bazze, mert nekem itt össze ne akadjon a bajszunk a végén. Még műszak elején vagyok, nem akarok itt egyből azért kiosztani egy verést, öreg. Nehogy már itt azért nekem magyarázzon itt a bazd meg, érted? Na, figyelj ide! 2 perc múlva kell. Mi van? Bazdmeg, melyik órám téved itt? Várjál, mert nekem van itt 3 órám. Hát bazdmeg, átjöttem azért a belső sávba, mert itt hamarabb lesz zöld. Azt nem a külsőben lesz zöld? Hát te! Figyelj, itt a közlekedés ügye is akkora gondok vannak ám. Te itt bazdmeg, ilyen hozzá nem értők vannak ott az toronyban. Kid jönnek ide? 2 perc alatt megállapítják, hogy hogyan kell működni itt a közlekedési lámpának. Hát hogyan lehet ezt így te? Ezt szerintem ezért így jó? Mi? Nagy lófasz jó ez így, bazdmeg. Egyébként semmi nincsen. Érted? Hát nagy lófasz. Egész. Ha, itt azért... Ajj, de tényleg teleparkoltatják az egész surranópályámat, bazdmeg. Azt itt el tudtam volna menni surranóba. Le vagyunk egy kicsikét maradva, mint a borravalom. Érted? Látod? Látod? Amikor nincsen parkolójárgány, akkor azért tudok ám itt nyargalni, mert... Nem érek én rá itt ezekkel picsázni. Érted? Aj, te! Rúványjál, de fájt a vállam, baszd meg! Apja faszát, olyan húzatot kaptam múlt héttel. Meg kell menjek majd kezelésre. Érted? Utkor lementem itt a kocsmába, aztán ott volt a masszőr. Az is Joli volt. Egyébként az is Joli, de nem olyan Joli ő, érted azért. Más. Más Joli, de most ne gyerekek, figyeljetek ide nekem, itt ne jolikázzatok, bazzeg, mert engem ezzel most itt azért ne akarjatok főzaklatni megint. Én azért mondtam itt nektek, azért stresszben vagyok. Kicsit azért stressz. Ez van. Aztán nehogy itt nekem, bazd meg. Érted? Nem akarok itt megint itt a kicsikét azért ugye elszállni idegileg, mert bazd meg azért úgy most már azért kezd egyre több lenni a robásotokon, bazd meg. Azért látom, hogy itt azért próbáljátok belőlem kihozni itt az őrültet.
Én nem, én egy megfontolt ember vagyok, bazdmeg, nem lehet itt izélni. Hát figyeljetek, nem lehet egyről külön, egyről kettőre jutni különben, érted? Nem lehetne. Taxis blokkád. Ó, nem. Én nem voltam ott. Én nem fuvaroztam taxisokat oda. Hogyan? Azt sem tudom, hogy fogjak neki, te? Hogy beszélsz? Ilyeneket feltételezgetsz itt rólam? Mi? Úgy nézek én ki? Majd... Mint a kérdézéket. Üzékkel foglalkozik el. Schleppel. Taxisokkal. Hát most se csak le, mint mondogatsz itt nekem. Ilyeneket terjesztesz itt rólam, Kevinkém, mi? Mi van? Taxisokkal nekem sose volt dolgom. Amikor volt, akkor se fizettek ki az apjuk faszát. Elmentek a picsába, te, én nem szeretem a taxisokat, bazd meg. Ugye ide. Megint bazd meg, itt fél órát kell várni arra, fölvegyük a talpalást. Megint elvitték a tükröm, már nem megbassza az anyját, te! Akkora forgalom van, bazd meg, hogy ide izé kellene már. Megfő rendőröket kellene ide lerakosgatni, bazd meg, 20 méterenként, mert szárgúdoznak itt ezek a fakpittyek. Mi a baj Ágikával, mi? Ágika? Ágika jó van, gyerekek, majd megyünk, megnézzük ám, bazd meg. Ne aggódjatok! Hát majd meglátjuk, attól függ, hogy ott találjuk-e, ahol megbeszéltük. Mert nem biztos ám, hogy ott lesz, bazd meg, mert azért nagy izé. Nagy franc. Ágika. Ahogy ne. A taxisokra ne is fizessetek, bazd meg. Nem kell itt izélni. Figyelj. De aksisoknak nem szabad fizetni, bazen visszaélnek vele, ezek elkaphatják magukat, bazen nagyképű az összes, érted? Nem szeretem a taxisokat, húúú, te. Nagyképű. Nagyképűek, bazen. Mennek itt, bazen, mennek, mint az őrültek. Azt hiszi, kövülké a világ itt. A lófaszt, én itt Berlinben már azért kioktattam egy-két taxistával, azért már kezdem lenni. Megláttak itt egy-két taxis. Érted, ott a 300-as vonalon, mikor múltkor mentünk. Nem tudom, figyeltetek-e, bazd meg. Így álltak ám a taxisok, haptákba vágták magukat, látták, jövök, ott 80-nal mentem át a hobban, hobban. Aztán... ott haptákba voltak ám egyből. Nem, ezért nekittek el, hogy ezek a taxisok, bazd meg. Itt kioktatom az összes után, majd bazd meg, érted? Amit ne picsázzanak. Az anyját, te. Azért... aerodinamikailag azért meg tudám indulni ez a járgány, bazze, mert vannak itt olyan légörvények, amikor tisztásra kiérünk, ugye nincsen szélvédés, se jobbról, se balról, aztán bejönnek ide elém a légörvények, és azért úgy megkapják egy kicsikét a lófaszt, a csuklós buszt. Figyelj ide! Működik hátul az ajtó nyitó, vagy mi a lófasz van? Hey. Nekem itt valami nem oké. Halló! Valaki nem akar leszállni? Csak így a próba kedvéért, mi? Ha valaki szálljon le, azt elő meg visszaszállhat. De ugyanúgy fizetnie kell, persze. Jó? Na, próbáljuk ki. Valaki jelezzen itt egyet nekem, aztán megnézzük, hogy mi van. Jó van, gyerekek? Hát te, ez működik, bazd, figyelj ide, hát ezek basztak ám bele, ilyenkor, mikor odaállok eléjük, bazdak, érted, hogy segítségre szorulok, azt beleköpnek a tenyeredbe, érted? Hát, te, figyelj ide, mondom. Berlin meg a havazás, az egy kavalkád. Ez egy félelmetes, egy tortúra. Nem lehet itt, vigyázni kell nagyon. Jó,
a faszádba. Ezt mondom, ezt mondom. Az még jönnek itt a légörvények, bazzek.